Köszöntöm Önöket, ez a Közélet közelről. A Paks 2 beruházást kiszolgáló infrastruktúra kiépítése igen összetett feladat. A megvalósításban a térségben lévő erőforrásokra is számítanak. Az évszázad beruházásaként is emlegetett atomerőmű építés komoly fellendülést hozhat Pakson és a környező megyékben. Útfelújítások, egészségügyi és oktatási fejlesztések valósulnak meg. A paksi atomerőmű kapacitásának fenntartásához kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésért innovációért és lokalizációért felelős államtitkár dr. Becskeházi Attila azt mondta, szervezetek, intézmények, önkormányzatok sokaságát érintő együttműködés szolgálja azt, hogy a régió kivehesse részét a projektből és élvezze annak előnyeit. Komoly fellendülést hozhat Pakson és a környező megyékben az évszázad beruházásaként is emlegetett atomerőmű építés, szervezetek, intézmények, önkormányzatok sokaságát érintő, számos szakterületre kiterjedő együttműködés szolgálja azt, hogy a régió kivehesse részét a projektből és élvezze annak előnyeit. A térségfejlesztésről, a paksi beruházáshoz kapcsolódó feladatokról, a paksi atomerőmű kapacitásának fenntartásához kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésért, innovációért és lokalizációért felelős államtitkár beszélt televíziónknak. Dr. Becskeházi Attila azt mondta, a térségben élőknek lehetőségük lesz kapcsolódni a projekthez, amire szükség is van, hozzátette, számítanak a térségben lévő erőforrásokra. Az a tapasztalatunk, hogy minden ilyen nagy beruházás, és itt most nem csak a paksi atomerőmű beruházásra gondolok, hanem minden ilyen nagyobb volumenű, akár autógyártásra, akár más típusú energetikai beruházásra, az mindig az adott település és térség erőforrásait intenzíven használja. Használja az infrastruktúráját a térségnek, a közlekedési infrastruktúráját, használja a közműveit, használja a humán erőforrást, az ottani lakosságnak lehetősége van kapcsolódni a beruházásra, sőt, tulajdonképpen szükséges is, hogy kapcsolódjon a beruházáshoz. Most az a célunk ilyen esetben, és ez nem csak Pakson, hogy megpróbáljuk ezeket az erőforrásokat a leghatékonyabban felhasználni. Egyrészt, másrészt megpróbáljuk újra termelni ezeket az erőforrásokat, ami azt is jelenti, hogy tehermentesíteni kell jelen esetben Paksvárosát és azt a térséget, amelyik be tud kapcsolódni a beruházásba és be fog kapcsolódni, vagy amelyik érintett lesz a beruházással. És úgy szeretnénk a beruházást végrehajtani, hogy minél kisebb legyen az a teher, amely Paksvárosát és a térséget érinti, illetve sikerüljön akár a meglévő életminőséget fönntartani, és a beruházás követően ezt az életminőséget, ha lehet, fönntartható módon még fejleszteni is. Az államtitkárság által koordinált feladatok között fontos terület és egyben nagy kihívás a szakemberképzés, hiszen speciális tudással rendelkező szakemberekre lesz szükség. Ennek érdekében 7 egyetemmel közösen oktatási-képzési klasztert hoztak létre, amelynek tevékenysége az oktatás mellett a nukleáris és az energetikai innovációra, kutatásfejlesztésre is kiterjed. Ami az úgynevezett beruházási területen belüli fejlesztéseket jelenti, oda már magasan képzett szakemberekre van szükség, akár hegesztőkre, vasbetonszerelőkre, nem tudom, ácsokra, egyéb szerelőkre, és ezeket a megfelelő szabvány szerint kell kiképezni. Indítunk ilyen programot. Ezek a programok sok esetben túl fogják lépni a fejlesztési területet és térséget.
hiszen ahhoz, hogy megfelelő számú szakember ki tudjunk képezni, ahhoz lehet, hogy el kell mennünk az ország más részébe is. Az orosz partner már azokat az információkat átadta, hogy milyen típusú képzettséggel, licenszel és minősítéssel kell rendelkezni ezeknek a szakembereknek. Ezeket együtt fogjuk kiképezni, együtt fogunk képzési programokat indítani a magyar egyetemekkel. Megalapításra került, és most történik a formalizálása ennek az együttműködésnek, egy oktatási képzési klaszter, amelyben 7 magyar egyetem vesz részt. Elsősorban számítunk a Pécsi Egyetemre és a Dunaui Városi Egyetemre. Velük 2 kompetencia központot fogunk kialakítani a térségben. A Pécsi Egyetemmel Szekszárdon alakítunk ki, hiszen Szekszárdon kara is van a Pécsi Egyetemnek, működő intézményi részlege. Ott elsősorban a vezérlés és irányítás technikához kötődő szakemberek, középfokú, középszintű kompetenciával rendelkező szakemberek képzése fog megvalósulni, és elsősorban felnőtt képzés. Dunaui városban pedig egy ilyen hegesztő és anyagvizsgáló kompetencia központ kiépítése fog megtörténni. Másik kiemelt területe a dr. Becskeházi Attila által vezetett államtitkárságnak az infrastruktúra fejlesztés, ezen belül a szállítási, közlekedési lehetőségek biztosítása. Itt is, mint minden egyéb területen kiemelt cél a fenntarthatóság és az, hogy a lehető legkisebb mértékben terheljék a várost, a térséget, mondta az államtitkár. A szállítás és közlekedésen belül a közúti szállítás, a megyei utak, országos utak, a Paksi elkerülő út fejlesztése, megvalósítása, a Dunapart vagy a kikötő összekötése a hatos úttal. Egy olyan szállítási, logisztikai környezet kialakítása, amelyben lehetőség szerint közúton, Paksvárosán keresztül ne történjen olyan áruszállítás, anyagszállítás, amely esetleg ellehetetleníteni időszakosan a közlekedést a városban. Mindent a városon kívül fogunk megoldani a szállítást és a logisztikát, közúti logisztikát, illetően fejleszteni fogjuk a vízi szállítást, ugye az előbb említett kikötő és hatosút összeköttetését meg fogjuk oldani. Több mint 330 km utat fogunk fejleszteni. Erről kormányhatározat is van, és 60 km új utat fogunk építeni. Ugye említettem a közútit, a vízit, és hát a vasúti szállítás. A döntés született és el is indult a Mezőfalva-Paks vonalnak a felújítása. Az utolsó 3 kilométeres szakasz, ami már a Paks városán belül van, ez úgy lesz kialakítva, mint azokban a városokban, ahol villamos közlekedés van, tehát zajmentes lesz. Nagyon modern technológiát fogunk ott alkalmazni. Dr. Becskeházi Attila emlékeztetett rá, hogy új Dunahíd is épül, amely összeköti majd a Paksi és Kalocsai térséget. Ennek előkészületei jól haladnak, hamarosan elindulhat a beruházás, tájékoztatott az államtitkár kiemelve, hogy a híd megépülése növeli a két térség versenyképességét. Nagyon fontos lesz a, nem csak úgy kell fogalmaznom, hogy a két térség összekapcsolásának a hídja, szimbolikus híd ez lesz amúgy is, hiszen itt be tudjuk kapcsolni a két térséget egyéb gazdaságfejlesztési projektekbe is, így emelkedni fog a versenyképessége mind a két térségnek, tehát Bács-Kiskun megye nyugati részének és a Paksi térségnek.
Az államtitkársághoz tartozó lokalizáció egyrészt a magyar vállalatok kapcsolódásának elősegítése, a beruházás szerint, lehetőség szerinti legalább 40%-os mértékben, másrészt az erőműépítés idejére érkező munkavállalók és családtagjaik elszállásolása, ellátása, vázolta dr. Becskeházi Attila. Megfelelő lakhatási feltételeket kell számukra biztosítani, és ehhez kapcsolódik más fejlesztés is, óvodafejlesztés, iskolafejlesztés, ugye a gyerekeiknek végül is megfelelő elhelyezést kell biztosítani a bölcsőde, óvoda és az iskolákban is, tehát ezek a programok már folynak. Második Rákóczi Ferenc Általános Iskolát felújítjuk, mondhatom így, azt hiszem, mert kicsit már tiszteletbeli paksi vagyok, ha lehet így fogalmaznom. Tehát felújításra kerül ez az általános iskola. Itt aztán kialakíthatók azok az osztályok, amelyek az ide érkező orosz munkavállalók, vagy esetleg más nemzetiségű, de nagy számban ide érkező munkavállalóknak a gyermekei kapcsolatos oktatást fogják menedzselni. A lakhatás az elsősorban Paks, illetve Paks környékén gondoljuk megoldani. Ezekre most elkészültek azok az előkészítő tanulmányok, amelyek alapján most már megindíthatóak ezek a fejlesztések. De ugye ezeket, ahol lakhatási kapacitást akarunk fejleszteni, ott a közműveket is fejleszteni kell. Ezért egy eléggé markáns közműfejlesztési ivóvíz, szennyvíz, vezetékes energiahálózatok, informatikai hálózatok fejlesztést indítunk el közösen a várossal. Az államtitkárság együtt dolgozik a Paks 2 projekt kapcsán Paksvárosa mellett Baranya-Tolna, Somogy, Fejér és Bács-Kiskun megyék, megyei és települési önkormányzataival. Továbbá tárcaközi koordinációs testületet alapítottak, amelyben 7 minisztérium és azok háttérintézményei vesznek részt. Dr. Becskeházi Attila kitért arra is, hogy a dolgozók utaztatását elektromos járművekkel szeretnék megoldani. Egy térségi energiaprogramot is indítunk. Mondjuk ez az energia, ez egy ilyen e-mobility program is, tehát úgy gondoljuk, hogy ezt a 10-12 ezer munkavállalót és esetleg azt a kapcsolódó, kiszolgáló szállítási és közlekedési kapacitást olyan módon szeretnénk megoldani, mert leginkább környezetkímélő elektromos járművekkel. Tárgyalásban vagyunk több gyártóval is arra vonatkozóan, hogy ezt akár 100-150 járművet milyen konstrukcióban, hogyan tudjuk itt a térségben felhasználni, telepíteni, felhasználni, föntartani, üzemeltetni. Hiszen maga a beruházás is, mondhatnám azt, és minden atomenergetikai beruházás a tiszta energiatermelésnek a szimbóluma. Fontos szempont a környezetkímélő megoldások mellett az is, hogy a fejlesztések fenntartható módon valósuljanak meg, emelte ki dr. Becskeházi Attila államtitkár. Példaként említette a lakhatási feltételek megteremtését, amely során az a cél, hogy a munkavállalók elhelyezésére szolgáló lakások a beruházás után egyéb, például szociális vagy turisztikai célokat szolgáljanak. Ez volt a Közélet közelről, köszönöm figyelmüket, kollégáim nevében további jó tévézést kívánok, viszontlátásra!